komoly lesz a mai nap. Annyi a lényeg, hogy megírtunk egy Chang-ről, eddig három vallomást nagyjából. Viszont 7 nap telt el, szóval kell még írnunk 4 darab vallomást. Lehet csak 2-t írtunk. Fú, akkor nagyon el vagyok maradva, akkor ez most egy vallomás író stream. A nagyobb probléma, hogy eltört a... Oh shit. Oh-oh. Tudjátok mi a nagyobb probléma? Hogy lehet, hogy eltört amúgy a lockpickem. Nem baj! Fussak a HQ-ig, vagy úristen, mi hova fussak? Hol a legközelebbi? Sandy garázs? Ó, bassz meg. Na viszont egyébként azt nem is mondtam, hogy új videó van YouTube-on. Képzeljétek el, újra aktív lesz a YouTube csatorna. Mondjuk, ahogy látom ott az algoritmus nem nagyon szereti a két havi kihagyásokat, mert... Most én nem kb. Minusz embereknek dobálta be amúgy ajánlatba, vagy így izé, meg bárhogy is egyébként, szóval... Felkiáltó jel... mondjuk még mindig jobb, mint az. Felkiáltó jel, vid, aki esetleg szereti megnézni, a medvék a GTA-ban. Persze, van új videó, így van. Ez egy jó futás lesz akkor, úgy tűnik. Reméljük van egyáltalán ott kocsi, mert nincs, akkor feleslegesen futunk el. És... még messzebb leszünk a várostól. Nem, csak nem lesz gond, csak nem lesz gond. Most biztos aktív marad? Hát... jó, mondjuk szerintem adminként kerültem ide, de most fasz se tudja, se tudom, hol léptem ki IC utajára, szóval... valahogy itt a környéken. Ez egy jó futás. Addig csak meséljétek, mit csináltatok ma? Voltatok már edzeni, sportolni? Tanultatok? Hát amúgy valószínűleg a háznál léptem ki, de most már ide kerültem valahogy, akkor most már innen elmegyünk odáig. Halló, jó napot! Jó napot a faszod, én vagyok a Maxim Gorki. Figyelj ide, tartozó Ivánnak 10 000 dollárra. Vagy vissza a fizetéd, vagy... minden nap agyon leszél verve kétsz. Én kurvára nem tartom, te ne fegyegessél engem, te orosz kis izé, pelenkás izé, kis bűnöző. Azt hallottam, te csak házakat tudsz rabolni, úgyhogy te ne fegyegessél engemet. Miért beszélsz? Most szabadultam a börtönből, bazd. Ja, a házrablás is börtönbe zárnak. Nem, ez egy bankrablás volt, meg egy kést tartottam a rendőrnek a torkához, érted? A mindenit. De jó, figyelj, ezt beszéld meg Odinnal az asszisztensemmel, hív fel őtől, kifizeti a tartozást. Mi? Én azt mondta Odin, hogy te csak egy hangya van. Átvert téged. Ő az asszisztensem, ő a hangya. Figyelj, adok egy üzleti ajánlat. Figyelj, kirabolunk pár ember 10 000-ért, odaadjuk ennek a nagycsolosnak Ivánnak, és majd mondd azt, hogy te fizetted ki, és nincs kapunk pénz, meg te is tiszta vagy. Vagy mi lenne, te fizetnéd ki a 10 000-et helyettem? Mi a faszomból fizessem ki, bazd, amikor még az 1000 dolláros késemet is elvették ezek a kutyak rendőrök, bazd. Dobj ki egy reportot. Hát figyelj csak, és most Ivánnak dolgozol? Nem, én csak egy hatalmas főnöknek dolgozok a... Istennek? Brednek. Kinek? Brad. Brad, ja, a brigádvezető Brad? Brigádvezető, mondta, hogy ő a legfőnök fő. Ja, értem. Jó, hát figyelj, még nem Renátónak dolgozol, addig komolyan tudlak venni, de mint a Dirty Gang tagja leszel, sajnos a szemembe csökkensz. Neki el akartam vágni a torkát azért, mert Markus haveremat behúztam. Ja, Markus már kilépett a Dirty Gangből, mert meg is szűnik szerintem, feloszik a Dirty Gang. Igen. Figyelj, akkor hogy legyen ez dolog? Neked most halálfia vagy nem is... Hát majd megbeszélem én Ivánnal, megbeszélem én Ivánnal. Jó, de akkor majd tudtok nekünk kis pénzt adni? Megbeszéljük, persze, megbeszéljük. Spasíva! Hello. Viszal? Úgy még lassabban bírtam futni, mert ugye telefonálok, ez egész jó. Na hát, mondjuk már fél utat lefutottok. Na, egész jó csat. Volt földrengés esetére szimuláció, úgy nevetett mindenki az asztalok alatt, nagyon jó volt. Ilyenek vannak? VTF. Floorballozni voltam, rajzoltam, tanultam, edzettem, helyes. Dolgoztam, edzettem, a szememet aludtam, ó. Miért reméled azt, hogy ne legyen itt autó? Mert rosszatok lesznek a Glodex, és az ilyen emberek amúgy VIP-t szeretnének a csetemet, sőt. Majdnem VIP-k is lettek, vagy voltak a csetemen, úgyhogy Glodex, szégyeld el magad. Hogy akarod ezt? Az a baj, hogy amúgy szerintem itt, az biztos, hogy volt itt egy X6-om régen, mert ide leraktam az X6-ot. Tehát ez 100%. Viszont...
Nem tudom, hogy ezt elhoztam még innen azóta, vagy sem. Egy dolog biztos, hogy Ricky Magnumnak a staminája bezeg... szörnyű. Konkrétan... nem bír futni. Tudjátok, mi lenne most a vicces? Eladnám idegurulna menni valami ekulszos, azt elrabalnának. Hát legutóbb is, mikor ott szemmentem a kibaszott P1-jel, ott is pont ez megtörtént, hát ez... Oh, az Ricky Magnum már lesántul konkrétan. Szia Boglerga, hello hello, szia Kritya, szevasztok, szia Pocak amúgy, szevasztán, hello hello, üdvözlek téged, és Shabrex még egyszer, szevasztok, csőcső. Hát elbírnám lopni az NPC-k autóját szalai, de nincs talán olyan item, amivel fel tudom törni. Lockpick, mert ugye, hát eltört. Ugye akkor eltök, és Markusnak odaadtam a másikat. Voltam edzeni, karoztunk egy nagyot. Kemény, kemény voltam, hogy szétrobban a bicepszem, meg a bicepszem. Szevasz Imi, Feri, kösz szépen az édes 24-et, köszönöm szépen. Hármas taszmester a házunknál. VTF. Az nagyon kemény, nem? Azt bebírod fogni? Na! Hú, jó! Anastél! Hello! Mi nem van ez stíl? Kell mennem papírt venni. Hello! Hello! Csákó! Mennyit kell vennünk? 5 valamás kell még írni? 3-at tut írtam. Egyet írtam az ékszerrablásról. Egyet írtam arról, hogy rossz kód, szexuális zaklatja. Ó, bazen, nagyon rossz ég ezekben a vallomásokban. 30 000 dollárt fogunk kapni. Bocs, nem vettem észre. Baszki. Karcsikám, hogy karcsikának jól néz ki az, jó? Szegény cica. Nem érdemelte ezt, nem érdemelte ezt, nem érdemelte ezt a sorsot. Mi olyan fiatal volt. Na. Hello. Menyús, kösz szépen a tides, 2 évet, atyai, köszönöm szépen. 2 éves volt. Így is van, így is van. Figyelj csak, cseng! Hallottad már, hogy csodálatos csillogó csengők csilingelnek csöndesen, csendesen? Hát ezt nem fogom hallani, mert majd én téged. Jó. 100 VIP lehet összesen? Fasz se tudja. Azt hiszem... nem tudom, valamitől függ amúgy követőszámtól, vagy max szab számtól, szerintem követőszámtól függ, vagy max szab számtól, a max szabok meg ilyen 1002 volt. Annál többen nem nagyon lesz, úgyhogy szerintem soha, úgyhogy az ki lesz, hogy 1100 valami ilyesmi volt a max szab. Kicsit halk a game most meg, nem? Csak szerintem. Esküszöm, nekem halk. Most jó. Ugye ma amúgy 7-től nyomjuk 11-ig Unibeten, aki esetleg érdeklődne, úgyhogy igazából 20 perc már átlövöm. Aztán ott folytatjuk, ott fogjuk megcsinálni majd egész napi RP szállat, de nagyon komoly szál lesz szerintem. Nagyon-nagyon komoly szál lesz, hogyha minden úgy megy, amit tervezek, ami valószínűleg nem így lesz, nagyon komoly lesz. Kéne találni valami, az a baj mondjuk, azt akarom még rákelni Csengre mindenképpen, hogy ő is közte volt a rablók között, akik kirabolták a fegyverszállítmányt. Sőt, egy rendőrgyilkos is ezt is. Nem, azt nem csőcső.
Nézze, mi a helyzete? Most kicsit szar volt a hasa szegénynek hányma. De amúgy, jó minden vele igazából. Na. Jövő héten reméltek nagy update-ek a Szerón, úgyhogy én most boldog vagyok, ezt feldob mindig egy, jó update. Na, ciao, oh shit, még 5 vallomás kéne írjunk be, azt meg, oh shit. Hát ez, azon jó sok idő lenne, hogy hát baszki gyorsan, rövide kell zárni őket, szóval. Ez, mi volt? Hanyadikán írtam ezt, szóval 10-től kell minden egyes napra egy. Életművész, sztár. Mai napon Cheng elkezdte szervezni egy rendőr elrablását és kivégzését. A rendőr, akit kiszemelt, egy ex Dirty Gang tag, neve nem más, mint Gustavo Locksmith. Remélem így írja a nevét. Van még itt valaki? Hello. Hello, hello. Persze. Ki a valaki? Kurva nem érdekelsz. Kem hozhatsz, aha. Hussolj már! Hogy gyertek kajálni egy. A rákövetkező napra 03.11-re akarta az egészet. N, 04.11 én akarta kivitelezni az egész elrablást per kivégzést, hiszen valamilyen személyes problémája van Gustavoval. Az akció csúszott és csúszott. Egyelőre nem vitelezte ki, mert mi is az egész ellen voltunk, vagyunk, de Gustavónak van félnivalója, mert Cheng mindenképpen ki akarja végezni. Ez jó lesz egynek, nem? Ez tökéletes ennek, nem? Mi van ott még? Citromos, tea, vagy mi a fasz? És még kell... Valami még négy. Lepj meg. Csillát, valami ötletek? Miket írunk még bele? Esküszöm, kíváncsiak, ti mit írnátok például vagy be? Ez most a 11-e jön. Aki le van maradva, most éppen... hát végül is... Riki feldobja Csenget. És a vallomásokat írjuk. Ó, ezbe beleírjuk az izét amúgy. Mikor volt ez amúgy? Az a chat, Clodex chat. Mikor volt a fegyverszállítás? Hanyadikán volt? Várjál, tegnap előtt, a 12-én volt a fegyverszállítás, ugye? Ugye? Az volt a vasárnap. Ja. Mai napon Cheng vázolta a tervét arról, hogy hogyan fogjuk kirabolni a fegyverszállító konvojt, ahol a rendőrség... ez most van egy nagyon jó ötletem. A rendőrség szállítja a lefoglalt fegyvereket. Tűzolt, figyeltet, 200 IQ. Tűzolt ruhába öltöztetett minket, és szerzett 2 darab tűzolt autót. Majd pedig, mikor a rendőrség kiírta a konvoj, hogy hívjam, lokációját, úristen, lokációját, akkor megindultunk a nyugati autópályára. De jó vagyok. Ideig vártunk ott,
Egy bombát akart, egy kamu bombát hatástalanítani. Konvojon. Közben megbízott minket azzal, hogy addig mi pakoljuk ki a fegyvereket a kocsikból. Sajnos ez a terv nem jutott célba, mert megtámadtak minket hátulról. Így el kellett menekülnünk. Az a baj, erre a rendőröknek is lesz információ, amúgy a tartózkodási helyét valóban jobb, mint a lokációját. Azt akartam, tartózkodási helyét. Az a baj, erre a rendőrök biztos, hogy nem így volt a sztori, és biztos, hogy jobban tudnak róla, mint, vagy többet tudnak róla, mint én, szóval lehet, hogy ezt a vallomásra kicsit beszopjuk, de... De amúgy... Nem baj. Ez csak a Cseng 4 volt, mindegy. Vesz meg, faszom. Hát amúgy az, hogy még mindig kell 3. Mi a faszt írja gazdekbe, chat? Oh. Mi az, ami még, amire nagyon haraphatnánk? A rendőrgyilkosságot bejátszottuk, a pénzrablás, vagy mi az, fegyverszétot bejátszottuk. Mi az, amire még nagyon haraphat a PD, ezen gondolkodok. Ó, tényleg a tegnapi túszdrámáról. Igen, írom. Mai napon, ez volt 13-án. 03, 13, Cseng egy túszdrámát szervezett a Mész Bank torony tetejére. Kiadta feladatnak, hogy raboljunk el 3 darab embert, és a helikopterrel felszállítja őket a magasba. Megbízta Murphyt a tárgyalás lebonyolításával, amíg ő a magasból figyelt. Ez erre sok mi nem tudok írni igazából. Erre sok mi nem tudok írni, max ennyit. Szasz Balázs, cső. Mennyire vagyok foci fan? Hát semennyire. Most láttam, volt valami nagyon kíván, akadva mindenki erre a Diós Győr DVTK-s kapusos izére. Ezzel van tele a TikTokom, nagyon durván tele van ez a TikTokom. Ú, ez jó ötlet. És a legkönnyebb, hogy azon azt iratkozta az edzőjük, hogy miért nem a saját csapatának rúgolt. Itt is elszökött. Jaj, nem az a születési dátum, várjátok, ez 2023-03-13. Jó, és még egy valamást írunk arról, hogy hát így is kapott valami 4 gólt, vagy mennyit, nem? Még írunk egy darabot arról, hogy az Odinos elrablós izéről. Cseng, pár héttel ezelőtt. Mondja Dibán. Hoztam kaját, hol vagy? Az a baj, ez mörfetette volt, ezt nem írom Csengre fogni, tehát a hülye is tudja. Mindegy, 5 vallomással csak beelégszenek be, igen. Csak megelégszenek 5 vallomással, ez biztos, hogy benne.
Nem tudom, ez a baj. Félek, hogy aztán emiatt nem lesz kifizet az öreg Ricky. Vagy megvédve, hát akkor jól beszapom. Mindegy, meg kell próbálni. Elég tartalmas vallomások amúgy, nagyjából amúgy. Jó, hát végül is reméljük, hogy ez így most működni fog. Azért nem tudom még miről írhatnék. Csinálunk valamit? Valami biztos helyre kéne rakni amúgy, az a baj. Jövök, jövök. Luther kivégzésére, az egy jó ötlet. Leraktam a papírjaim. Szép a game, kurva jól néz ki a játékom amúgy. Nagyon kemény. Jövök, jövök, hozok, hát kaját hozok amúgy, van nem két pizza, két izé. Menjek még a pizza, azóba kell valakinek valami? Most hoztam. Assza meg! Verte meg! Ez mondjuk elég rossz. Jó, Jézusom! Basszom! Öreg. Öreg. Hülye vagy. Nagyon kupa. Öreg, te tiszta hülye vagy, bozd. Á, bassza meg. Teljes mértékben hülye vagy, geci. Megvagytok. Megvagytok. Jó napot, jó napot. Baszki. Látjam, fiatalok és bolondok nem bírják a fájdalmat. Baszki, szemmegy benne, belém csapódsz. ATN nem volt. Leesett a kocsi Szandira. Erősek megmaradnak, kérdék elhullanak. Gyere. Ön a Twitteres Sugar Daddy. Én vagyok az, igen, tisztelem, Ricky Magnum vagyok. Hoppá, magát akarják kinyírni. Megint? Miért? Ki? Valami orosz csávott a elmesesen. Maxim? Nem tudjuk, valami orosz köcsög. Na, fekete bézmosokkás. Mondta, hogy el akarja vágni a torkát, meg mindent, meg akarja magát. Mert azt mondta, fizessek neki 10 000-et, hogyha nem akarom, hogy megöljön. 10 000? Úr, nekünk elég csak 5-öt fizetni, és nem öljük meg. Nekünk elég 5-öt fizetni, és akkor nem öljük meg. Hát jó, hogy miért akarnátok megölni? Figyeljen, van egy jó kubaija. Ah, az jó hangzik. Micsoda? Jó kubaival is lehet fizetni. Hát, Iván barátom lehet tud egy ilyen izé bőrszivart. Autódat, az. Bőrszivar az nem kell. Nem? Biztos? Ja, nem érek a lehetőséget. Amúgy az úrtól megkérdezettem, miért jött a szembe sávba? Hát mert BMW-n van. Jó, hogy az úr, akkor szisztunk össze a kocsival? Jó, az szerintem, hogyha nem kérdezed meg is egyértelmű. Igen, az úr tudja, hogy miért nem beszélnek egymással a BMW-sek? Na miért? Tervizbe mert már reggel letudták a szerelőnél. Ja. Hát, így van. Jó, mindenki rendben van, akkor egyben vannak? Mondja, mi halva, meg vagyunk, igen, meg vagyunk. Vissza tudják fordítani? Megoldják, gondolom. Megoldjuk, persze vagyunk. Visszerüljük a helyére. Mit lehet segíteni? Jobbulás, elnézést. Hé, óvatosan. Hello, műt. Na. Nézd már oda. Vágjátok, hogy vannak ilyen pirosak? Ilyeneket látodok már? Itt most ütköztem egy ilyen 6-7 darabbal. Nagyjából. Azt mondták, ja, azt mondták, az a Maxim nevű orosz meg akar ölni engem. Nem az volt, Márkusz, hogy a spanod? Miért akar engem kinyírni? Hát most már Odin a spanja, nem? Hát most Teodorral lógott, nemrég találkoztam velük. Teodor, itt van? Miért jöttem ide, amúgy hülye vagyok? Hát legutóbb a kórháznál hagytam 5 emberrel, aki agyon akarta verni, úgyhogy nem hiszem. Ja, hát akkor szokásos. Már megint mit csinált? Oldva akarok jönni, hát, nem is oldva. Be akarták bizonyítani nekem, hogy ők kemények. Kijelöltem egy ilyen motorosnak tűnő fószert a motelnál, hogy akkor kössenek bele, és a Maxim kiütötte véletlenül, vagy direkt nem tudom. Na bassza, ez a Maxim is csak a bajt hozza ránk. Hát figyelj csak Iván. Iván, itt vagy, igen, nekem engem hívott ez a Maxim, hogy ő az alkalmazottad, és hogy 10 000 dollárt fizessek neki, mert hogy te kéred. Ja, megesett, igen. Miért? Hát... majd ezt megbeszéljük négy szem közt. Rendben. Na, álljátok, még a kivégzésre kell írni.
majd leírom SMS-be. Megbeszélhetjük. Milyen autó? Ez egy BMW. BMW? Igen, igen. Dick. Bajó viszed. Figyelj, te roma vagy? Mert nem bírom őket. Ki? Te, te roma? Én? Igen. Nem, 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 eskü nem. Tényleg? Ők szoktak ilyen szójárás használni, hogy dikhe, nem? Én most egy percig nem leszek elérhető, tiktokozok a budin. Mindegy, meg a lopott járművembe vissza, viszlát. Aha. És ejtsük csapdába azzal a trükkel, hogy engem végeznek ki, de közben ő kivégzése fog történni. Ter odajött anélkül, hogy bármit sejtett volna. Volna. És hátra ment a kertbe. Ezután Cheng lefegyverezte, és parancsot adott a többieknek, hogy végezzenek Lutherral. A történtek után kitvítelte a testet. Hú, nagyon jó. Az a baj, hogy fú, nem tudom, azt megint még csenged be szízé. Ebben azért megint a születésdátumot írom oda a faszomat, nem tudom ez mikor lehetett, írom, hogy ezt ma írtam. Végén az egy csenget kivégzik. Ezeket el kell rakjam valami biztos helyre amúgy. Nem tudom hova. Valamelyik kocsim csomagtartójába. Mondjuk szerintem... Mindenki fog derülni ma chat, mindenki fog derülni ma, don't worry. Don't worry, mindenki fog derülni ma. Szerintem nagyon komoly szál lesz. Van itt, ó, elnézést. Bocsánat. Ennek milyen színe van, te jó ég. Jó, akkor az első éve, ami a gettós garázsban van, ebben vannak a vallomások. Jegyezzük meg. Mehetünk. Jövök haza, csak bonyolultam itt, ezek majdnem meg akartak ölni, aztán mégse, aztán mégis, aztán mégse. Egy kisebb drop azért. Ben vannak az utak is amúgy. Az már eléggé sokat zabál, de amúgy így is, hogyha van is gond, amúgy van azért nem a videókártyám, hanem a gép többi részén. Most nem tudom, ez rendőr, vagy Dodge Challenger csak. Hogy felejtem el, dehogy? Hát ma fognak még kelleni ezek, úgyhogy... Oh, Jézusom, ez nagyon gyors volt. Halló? Igen, mert éppen hát az gépjárművet állítgattam kicsit, aztán hát úgy gondoltam, hogy felkapom gyorsan a telefon. Mi a helyzet, Magnum? Ja, értem. Figyelj, akkor egy ilyen fél óra múlva nagyjából át tudom adni a vallomásokat, és akkor csapdába csaljuk a kínai kis vizét, köcsögöt. Kivel fél óra tökéletes, 30-kor? Hát 30 körül, igen, igen, én azt mondanám. Rendben, megfelelő. Rendben, viszal. Viszal. Mi van, mit írtam úgy? Sajnálom, be kell hajtanom másoktól is a lóvét, Ezékiel itt volt mellettem és a pénzt akarta. Kurva Ezékiel. Figyeltek ezekről a pirosakról? Tudtak valamit? Érted? Meg akartak ölni, azt mondták 5000-ért nem ölnek meg. Annyit, hogy vannak páran, néha a gymnél lógnak és senki nem tud róluk semmit. Meg hogy ők is megverték egyszer Odint, vagy Teodort, nem tudom, már nem tudom a következőt. Igazán meglepő szerintem, igazából többen nem verték meg őket, mint verték meg, érted? Nem fordítva.
Nem tudom. Elvesztem. Szóval többen verték meg őket, mint nem. Ja. Nem? Ja. Mi? Igen. Hát így, amit mondok. Néha. Most nem vagy igen, vagy mit? Igen, de most akkor rá, mi ezért ki ennek a pénz kell, Iván, baszki. Hát most mit csináljak? Ott volt, baszki, muszáj volt két orosz, vagy vizet, azt az orosz, meg a, nem tudom, Teodor. És hívom egyébként, hogy jaj, Teodor, visszahívom ezt a... Mi a neve ennek a csávónak? Köszönöm, tudja. Maxim. Maxim, aha. Tiszteltem, Maxim. Üdvözlöm, hogy Diki Magnum. Annyi, hogy megbeszéltem itt Teodorra és Odinnal, hogy ők fogják magának kifizetni a 10 000-et. Igen? Na ez nagyon jó hír. Ez mikor igen, fog igen. Megkövetkezni? Hát nem tudom, tőlük kérdezze. Mondja nekik, hogy a főnök azt mondja, hogy adják oda. Hogyha úgy van. Tudja, én ment pisálni, aztán szintén elfutott, mert az ott ilyen afk. Afk gyerek, afk. Sőt, átvallaltak, átvallaltak a tartozat. Away from the city. Away from the city? Most már angolul beszélünk? Ó, figyelj, annyi, hogy tényleg itt átvállalták a tartozást igazából, aztán nagyon rendes fiatal emberek egyébként. Jó, ott, rendben van. Rajtuk keresse mostantól. Akkor majd én ezt te a Iván, elrendezem akkor. Ja, persze, hát Iván is tudja, hogy átvállalták a tartozást, úgyhogy igazából jó, rendben van, tehát akkor rajtuk ébe hajtod. Így is fogalmaztatunk, igen. Rendben van, akkor a közbenjárási díj az $500 lesz, 4 darab 0 1 9 9 1, ez is számlaszámom. Közbenjárási díj, és azt miért nekem kell fizetni, tisztelt, de kérdem. Hát mert a maga a problémáját vállaltam át ott inyékre. Ha. Nekem alapban nem volt problémám, tehát én szerintem volna ilyet Ivánnal. Maga csak belekerült, Ivántól kérjön fizetséget, ne tőlem. A kockázatok és mellékhatások tekintetében keresse tájékoztatásul Szergej Szergejt. Viszontolvasd. Rendben, viszont. Szerintem az, ami gyógyszernek az ezért receptjét olvasta fel. Gyógyszernek a receptjét. Azt mondta, hogy a kockázatok és a mellékhatások blablabla keresse fel Szergej Szergejt és nem rakta a telefont. Jó. Ez nagyot csengett. Üled is fog, hogyha szájba bosszok. Ja, jó, nem kell így feszülni, érte. Értem, hogy tízé kevesebbet látsz a világban, mert ilyen fejedre a szemed, de hát... Tudom, hogy nem kell ilyen morcosnak lenni mindig. Mire ma szoktak mondani, hogy 21.9, hogy pont többet lát? Csoda? Nem, nem azt szoktak mondani, hogy 21.9 belát, hogy pont többet lát, vagy nem? Ilyen ilyen szélesebb látószögbe lát szerinted? Mondjuk ez durva. Lehet én is kínai leszek. Amúgy én meg gondoltam amúgy, hogy jól megszopatom, hogy hozok pizzériából neki ilyen nézőt, olyan nézős pizzot, az, amin ilyen tengeri szarságok vannak, hogy majd jól összehangja magát, aztán amikor ide értem, rájöttem, akkor rájöttem, hogy hát ő neked zabal egész nap. És a kedvencét hoztam. Oh. Juri itt van? Juri igen. Elment öltözni. Én hozott egy ilyen nagy izét, kardot. Ja tényleg neki van mikropénisze, lehet kompenzálni akar valamit, nem? Mert neked most csengettek, te fasz, hogy kivágom a nyelvedet. Te azt mondta Cseng nekem, hogy te beleegyeztél a lefokozásomba, akkor ő átbaszott engem? Nem arról volt szó, hogy csak Teodorék a főnökeid, és nem én, már össze vagyok zavarodva. Mindig, én húzozok egyet, aztán jövök. Nem lehetne a régi rendszer, hogy Magnum a főnök. Magnum mindenkinek becsicskolmaz. Átlanom gyors Unibetre chat, onnan folytatjuk, ott lesznek a nagy RP-k, úgyhogy várok mindenkit ott sok szeretettel. Gyorsát átrobbanunk igazából, és aztán ott nyomjuk 11-ig, szóval aki szeretne RP-t nézni továbbra is, jöjjön át, ott toljuk tényleg 11-ig, és ott fog kiteljesülni az RP-szál, aki esetleg nem akar átjönni valamilyen oknál fogva, az pedig a YouTube-on vissza tudja majd nézni, illetve itt Twitch-en is a vodot, úgyhogy ja. Be is indítottam a raidet, jöjjön át mindenki, köszönjétek be ott is, írjátok be azt, hogy a szerelmetek mész, és aki beírja ezt, az pedig, hát még mész egyébként, hát majd megnyalogatja. Na, indítom is át, menjünk el.